Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Egy éve támadta meg Oroszország Ukrajnát, erről is szó lesz a mai adásban, előtte nézzük a teljes kínálatot. Háború. Egy éve tart keleti szomszédunkban. Közgyűlés. A költségvetést tárgyalták a házán. Büdzsé. Nyírbátorban is döntöttek a költségvetésről. Pénteken volt az orosz-ukrán háború kirobbanásának egy éves évfordulója. Bár nagyon nehéz az elmúlt egyesztendőt szűk negyed óra alatt összefoglalni, erre teszünk kísérletet Drabanc Robert történésszel. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm. Na hát tegyük meg ezt a kísérletet, ami tényleg nem könnyű, bár én nagyon emlékszem az egy évvel ezelőtti reggelre, amikor erre a hírre ébredtünk, és arra a gyomorrándulásra is, amit akkor éreztem. De félelmetes, hogy azért mennyi mindenhez hozzá lehet szokni egy év alatt. Pedig történtek durva, durva dolgok. Hát egyrészt persze jó azt mindig egy picit tisztáznunk, mert hogy mindenhol elhangzik ez az egy év, meg mindenki sokat beszél róla, meg tényleg így van beállítva, de alapvetően látnunk kell, hogy ez egy hosszabb folyamatnak már a végső stádiuma, ha lehet ezt mondani, hogy már ez a konfliktus konkrét események érik majd. Ugye 2014-től beszélhetünk erről a konfliktusról, amely folyamatosan is állandóan erősödött. Egyfajta ilyen hidegháború jellege volt, egy ilyen befagyott háború jellege volt, hogy aztán természetesen egy évvel ezelőtt egy magasabb, sokkal magasabb szintre lépjen. Hogy ez miért pont akkor történik, erről persze sokan sokfélét mondanak, többek között ugye az Oroszország egyeztet majd Kínával, és akkor a az időpontot, mint hogyha együtt lőnék be. Másrészt pedig persze tudjuk, hogy a, a szovjet hadsereg előtte, ugye 46-ig hívtuk ezt vörös hadseregnek, 46-tól pedig szovjet hadseregnek, Február 23-án volt a Vörös Hadseregnek, és február 24-én van amúgy a Szovjet Hadseregnek a születésnapja. Úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi konglomerátum lehetett a, a támadással kapcsolatban. És hát persze az is most már egyértelmű, meg mindenféle szakértő, aki ezzel a témával foglalkozik, egyértelműen felvázolta azokat a trendeket, amelyek megfigyeltük a háborúban. Az elején persze mindenki még zavarban volt, csak azért mondom, hogy ma már viszonylag könnyedebb dolgunk van ezzel a kapcsolatban, mert hogy természetesen az első, és a hírekben is ez van benne, és ha megnéznénk, visszatudnánk nézni azokat a felvételeket, akkor mindig kievet látnánk az első pillanatban, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Elsősorban Kiev bevétele, a kormány buktatása, tehát az egész politikai garnitúra lecserélése volt a célja az orosz vezetőknek. Ez nem sikerül, ez egy hónapon belül, sőt már egy héten egy belül hét kiderül, kiderül hogy ez nem már egyszerű. nem fog működni, Igen. hogy ez a dolog nem történik meg, és hogy más irányokat vesz majd a, a történet. A másik, amit érzékelünk és tapasztalunk a háborúnak, tehát ez a március-április környékétől, hogy és amúgy különben magának a háborúnak a szíve, ha lehet ezt mondani, bár a hírekben manapság sem ez szerepel, az délen van. Tehát nem Kievben van, a nem Krín, északon, környék. nem középpen, ahol ma is folynak a nagy csaták, hanem egészen délen van ez a szív, és alapvető célok azok mind délen fogalmazódnak meg, mind a, a klasszikus orosz, előtte szovjet, előtte pedig az orosz cári, külpolitikának alapvető célja mindig is a déli irányú kirépés a, a, világ tenger irányába, tehát földközi tenger, fekete tenger, földközi tenger és úgy a világ tenger. Másrészt, hogyha nem tudja birtokolni Oroszország a fekete tengert, akkor elveszett számára Közép-Ázsia is. Tehát ezek az elemek mind-mind azt mutatják, hogy amellett természetesen, hogy Krimfélsziget, hogy ezt se felejtsük el. Mm. Szóval az a B-verzió, ez valami ilyesmi lehetett, hogy akkor a a déli irányú offenzíva, és akkor úgy látjuk is, hogy tavasszal, meg koronyáron alapvetően az erőket oda koncentrálja a szovjet hadsereg, vagy a orosz hadsereg, ugye 91-től már orosz hadseregről beszéltünk, szóval, hogy a háború oda koncentrálódik majd, és a, hát a fő cél az természetesen, hogy ezt a bevétele lehetett volna, de erre aztán még esélye sincs magának a az orosz inváziónak, úgyhogy marad akkor a, a déli pokol, természetesen Mariupolra érdemes gondolni, vagy Hersonnal kapcsolatos eseményekre. Látjuk, hogy ez sem jön be. Tehát nagyváros, igazi nagyváros, persze tudom, akár több tízezres nagyváros is elfoglal majd az orosz hadsereg, de azért százezer, százezer feletti nagyvárosok nincsenek itt, és ugye ez lett volna az igazi cél, azt nem tudja elfoglalni, ráadásul stratégiailag vissza is vonul majd a folyó. Másik oldal, ugye feladja Helsont és visszavonul, majd a folyó másik oldalára. Tehát ez a középső időszak a háborúnak, a déli offenzíva. És hát látjuk, hogy itt sem ér el igazi áttörést, ennek az eredményeképpen marad a harmadik, vagy a C-verzió, amely az orosz többségű megyéknek a megszerzése lenne. Hát ez meg is történik, bár persze tudom, kiemelik mindig, hogy a két északi megyét nem foglalja majd el. Luhansk és ugye Donetsk megyéről van szó, jelen pillanatban éppen Donetsk megy, megyér folyik a harc, szóval vagy a hadsereg nem tudja elfoglalni a két északi megyét, de azt azért látnunk kell, hogy azokat a területeket, ahol ha ránéznénk egy mondjuk egy etnikai térképére Ukrajnának, akkor látnánk, hogy bizonyos területeken Luhansk, Donetskben akár 70%-os az orosz ajkú. Azt azért mindig érdemes különbséget tennünk, hogy orosz érzetű, orosz etnikai, orosz ajkó, ez egy ilyen nagyon vegyes konglomerátum lesz ebben, hiszen olvassuk a éreket, hogy nem minden orosz támogatja amúgy magát az orosz megszállás, szóval ez, ez ennél egy picit azért bővebb, árnyaltabb. árnyaltabb is a dolog, mm. szóval hogy azokat, azoknak a területeknek a megszerzése, és hát valljuk be őszintén, szeptember 30-án Oroszország anaktálja a négy megyét, méghozzá úgy, hogy tart szokásos módon egy, egy választást, egy szavazást, amelynek az eredményeképpen hát kihirdető magát győztesnek, és ettől kezdődően pedig hát anektálja a, 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 területet, és így, akkor így ebben a pillanatban hivatalosan, jogi értelemben most már Oroszország részeképpen van jelen ez a négy megye. Egyáltalán -e mennyire tekinthető érvényesnek az a szavazás, amit ott tartottak? Hát, hogy mondjam, V. Victis, tehát a, jaj, a legyőzöttnek, mondták a rómaiak, mindig az erő dominál. Ez is az van, hogy ezt igazából most persze el tudjuk mondani, hogy ezt nem ismerte senki, igazából a nemzetközi közvélemény elítéli, és akár még meg is fenyegette Oroszországot, de ezt azért látnunk hogy ez a konfliktus, mert hogy ennyire összetett, és szinte biztos, hogy nagyon hosszadalmas lesz a lefolyása, ami valószínűleg oszcillál majd, tehát azt jelenti, hogy lesznek ott hidegebb fázisok, meg komolyabb ütközetek, és a kettő között valamifajta mozgás fedezhető fel, időpontot, hát maga Prigozsina, aki a Wagner csoport vezetője, öt évben lőtte be az időpontot, három-öt évben lövi be ennek a háborúnak az időpontját, de mindenki más is nagyon hosszan gondolkodik ebben a háborúban. Akkor fogjuk majd ott tudni megmondani, hogy egyáltalán mit akar a közvélemény, európai, amerikai közvélemény, orosz közvélemény, mit érnek el az oroszok, mi elég nekik, mi elég az ukránoknak, akik ugye jelen pillanatban mindent vissza elvalapján, vagy vannak benne a háborúban. Az oroszoknál azért látható, hogy kevéssebb a lelkesedés, de az a négy megye, az a minimum cél, hogy ezt meg kell tartani. A politika másképp nem nagyon fog kiszállni ebből a történetből, és a kettő most ebben a pillanatban nem egyeztetett össze. Igazából talán azt lehetne így összefoglalni ezt a részt, ha erről beszélünk, hogy egy biztos, pontosabban kettő, egy Oroszország szegényebben fog kilépni a háborúból, Ukrajna meg kisebb területtel. Ezt itt most szinte biztosra lehet mondani, hogy ennek milyen lesz a mértéke. És a későbbiekben milyen hatása van a két államra, és általában a, a zónára, ezt most nem tudjuk megmondani. Az viszont már látszik, hogy nemzetközi szinten azért ennek nagyon nagy hatásai vannak ennek a háborúnak. Mire lehet számítani? Hát ez a bizonyos elbizonytalanodás, amit érzékelünk magunk körül, ami amúgy nem csak ebből a háborúból adódik, hanem nagyon sok egyéb más dologból tevődik össze, hagynak nekeljen a klímáról, hagynak nekeljen a pénzügyi rendszerről, Hagyd nekem a globális mozgásokról beszélni. Ezek mind-mind elemei. De azért én azt tudom mondani, ha valaki társadalomtudományjal foglalkozott, vagy foglalkozik, és olvasgatott irodalmakat, akkor már a Csernobil után megjelennek azok az első irodalmak, amelyek már arról szólnak, hogy haladunk az anarchia állapotába. Nem mondjuk ezt, hanem inkább az elbizonytalanodás állapotába, a kaotikus helyzet állapotába, hiszen ugye arról van szó, hogy felbomlott, majd felbomlik, nem is olyan nagyon sokára a Csernobíról beszélünk, egy stabil rendszer, ez lehet, hogy nem volt igazságos, lehet, hogy nem volt jó, de attól függetlenül ez a rendszer létezett, és egy nagyon stabil mozgást adott a, a nemzetközi rendszernek. Na most ez felbomlik, és nem voltak láthatók azok az erők, amelyek majd valamilyen módon ezt a rendszert hát pacifizálják. És akkor megjelennek azok az első irodalmak már a 90-es években, amelyek a bizonytalanság állapotáról beszélnek, na ez fokozódik. Akár ha a, a terror, Veszélyezettség és elterjedése az országban, akár a klímának a megemelkedett de ezzel való foglalatosság, akár a 2008-as pénzügyi válsággal kapcsolatos dolgok, és akár pedig természetesen az ukrán konfliktus. Ez mind-mind ezt erősíti, ezt a folyamatot viszi tovább. Hát maguk az elemzők, akik erről írnak, meg sokat beszélnek, úgy látják, a legtöbben úgy látják, hogy igazából abban az irányba lépünk el, hogy én a hidegháború szót nem használnám, be, ők azt használják a hidegháborút, hanem helyette inkább azt mondanám, hogy egy kettős gazdasági rendszer épül ki. Egyiken értelem szerint az észak környezet, amelynek természetesen a gerincoszlop az értelem szerint majd a, a NATO, ami ezt az egész rendszert majd megvédi és ebben a legerősebb erő az valószínűleg ugye az Amerikai Egyesült Államok, amely ezt rendszert fogja majd működtetni. És a másik oldalon hát úgy tűnik, mivel hogyha Kín ha Oroszország meg fog gyengülni, amit szinte biztosra vehetünk, akkor hát van mellette egy másik nagy hatalom, amely már nagyon erőteljesen fené a fogát arra, Csak, hogy, hogy, hogy az érre kerüljön, és hát szinte biztos, hogy majd egy Kína által irányított, felügyelt, Mozgatott gazdasági rendszer fogunk majd látni, és szinte úgy tűnik, hogy a kettő közötti konfliktusok, vagy a kettő közötti diskurzusok határozzák meg majd a XXI. századot. Ez olyan értelemben szintén előrelátott folyamat, hiszen most már nem hárman vannak, mint a idegháborúban, hiszen ott még ott voltak az el nem kötelezettek, vagy a harmadik úton járunk. Ez már megszűnik, nem lesz vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal, és ami a szép a történetben az igazából az, hogy teljesen vegyes politikai rendszerek fognak egy táborba majd tartozni, hiszen Kína egy kommunista rendszer, a céljai ez teljes egészében egy, egy kommunista célok lennének, szemben mondjuk Oroszországgal, amely ugye egy illiberális kapitalizmust épít fel amely ugye egy teljesen más célrendszer, és akkor még hagyd, ne mondani mondjuk Kazasztánt, vagy lehetne felsorolni a többi államot is. Tehát ennek az a szépsége, azért nem jó ez a hidegháború, mert igazából persze ott lesznek majd a haderők, meg ott lesznek ezek a politikai konglomerátumok is, de nem ez lesz a meghatározó, hanem a gazdasági erő fogja meghatározni, és úgy tűnik, hogy ez a kettő fog egymással egyfajta ilyen mérlegszerűen majd működni, és akkor meglátjuk, hogy ez a mérleg mennyire lesz tökéletes, kiegyensúlyozott, vagy valahol egy kicsit nehezebb, valahol egy kicsit könnyebb. És hol van ebben a mi biztonságérzetünk, ami egy alapszükséglete az embernek? Hát én szerintem, ha ez így beáll, ez a dolog, attól kezdődően valószínűleg egy kicsit pacifizálódik, nem lehet fent tartani. Tehát ezt az állapotot nem lehet hosszú távon fenntartani, amely tényleg ilyen napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, vagy akár évről évre való állandó folyamatos váltásokból építkezik, mert az annyira felgyorsul, hogy, hogy lehetetlené teszi az alkalmazkodást. Én szerintem lehetetlené teszi az alkalmazkodást. Ha meg ez nem így lesz, hanem abba az irányban megy, hogy állandó, folyamatos bizonytalanság érzete van magának az embernek, akkor ez valószínűleg sokfajta mentális és egyéb más problémákkal fog magyarni. Hát akkor kíváncsian várjuk a következő négy-öt évet, hogy hova alakul ez a történet. Drabant Robert, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt és elmondta nekünk. És köszönöm szépen. Vita nélkül fogadta el a 2023-as költségvetést a szabolcs szatmár vármegyei közgyűlés. Az önkormányzat 4,1 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel gazdálkodik ebben az évben. A forrás nagyobbik része pályázatokból származik. Működési támogatásuk 322 millió forint. Sesták Oszkár testület elnöke azt mondta, kiegyensúlyozott, takarékos és minden kötelező feladatot képes finanszírozni a büdzsé várhatóan a MOL, illetve annak valamelyik leányvállalatának alvállalkozói leszünk. Bízunk benne, hogy ugyanazt a tevékenységet végezzük a továbbiakban, mint eddig. Ellenben a finanszírozást az teljes egészében külön jelen pillanatban úgy tűnik, hogy négy külön szerződés keretében a mol kapjuk majd meg. Ő határozza meg az elvégzendő feladatokat és a vonatkozó díjat is, amire igényt tarthatunk. Mindezt a mol és a mi érdekünk is az, hogy a lakossága lehető legkevésbé vegye észre ezt a változást, tehát kimondva is ebbe az évben a szolgáltatás színvonalában, illetve összetételében változás nem lesz hogy következő évtől milyen változások lesznek a közszolgáltatásba, azt jelenleg még senki nem tudja. Várhatóan ezt újabb kormányrendeletek határozzák majd meg, hogy hogyan és milyen feladatokat kell végrehajtani. De az biztos, hogy 24 januárjától legalábbis a jelenlegi jogi szabályozás szerint bevezetésre kerül az palack visszaváltási rendszer, ami minden italos palackot érint bevezetésre kerül a gyártói felelősségi rendszer, ami hasonlít a jelenlegi termékdíjhoz, de amellett kerül bevezetésre egy nagyobb összegben a különböző úgymond környezet vagy környezetet terhelő termékek visszagyűjtését és kezelését hivatott ez finanszírozni, sőt, amely önkormányzat köztisztasági feladatot lát el, azt is ebből a forrásból tudja majd a koncesszor finanszírozni, a kiterjesztett gyártói felelősségből. Éberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT ügyvezetője is felszólalt a vármegyei közgyűlés ülésén. Arról kérdezték a képviselők, hogy milyen változások várhatók július 1-től, amikor a Mol egyik leányvállalata átveszi a hulladékkezelés feladatát. Hogyan fog alakulni a jövőben azoknak az eszközöknek a sorsa, amelyek jelenleg ennek a társágnak a tulajdonában vannak. A váltásról kérdezett a Vármegyei Közgyűlés múlt ülésén Veres János szocialista képviselő. Azt szerette volna megtudni, hogy a jövőben milyen fedezete lesz a kukásautók vagy az edényzet cseréjének. Ha csak a szolgáltatási díjból kell megtérülni, akkor két probléma föl fog merülni: vagy nagyon magas lesz a szolgáltatási díj, és akkor magáért a szállításért is sokat kell majd fizetni a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, vagy pedig nem termelődik elég pénz arra, hogy ezeket az eszközöket újra pótoljuk. Én azt remélem, hogy meg fog maradni az az eddig követett struktúra, és ez lesz majd remélhetőleg ennek az évnek a végére az immáron a konceszió nyertessel kötendő szerződésekből is a követendő példa, hogy hogy lehessen bevonni az eszközök pótlására a későbbiekben is külső forrást. Nem tudjuk, hogy ezek a források honnét lesznek, ezeket a kérdéseket is föl természetesen tenni. Lépők Sándor frakcióvezető azt mondta, folyamatosan kapcsolatban vannak az új szolgáltatóval annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatok érdekei ne sérüljenek. Folynak az egyeztetések. A Molnak egy leányvállalata kapta meg, amely 2022. augusztus 29-én került létrehozásra ezt a feladatot. A közszolgáltatókkal elkezdte a MOL a tárgyalásokat. Én kezdeményeztem azt, hogy az önkormányzati érdekszövetségeket is vonják be ezekben a tárgyalásokban. Én azt a, kaptam írásban válaszként, hogy ezen a héten, jövő héten kapunk egy egyeztetési időpontot és egy helyszínt, hogy mikor tudja az önkormányzatokkal ezt az le, egyeztetést lefolytatni, hiszen nálunk van jelen pillanatban ez a közszolgáltatási feladat. Seszták Oszkár a testület elnöke hozzátette, a társaság jó előre felkészült a váltásra, és uniós források bevonásával új eszközöket szerzett be. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is uniós pályázatokat is lehet bonyolítani, viszont a Hulladékos Társulás kellően látó volt, és olyan döntés volt, mi szerint felszereljük a céget, tehát autókat szerzünk be, beszereztünk már, van egy érvényes, illetve lezárt közbeszerzési pályázatunk is, illetve egy új pályázatunk hogy kellő felszereltséggel tudjon majd indulni a jövőben is a cég. Ugye a megye területén számos beszerzésünk volt a korábbiakban is, külön, alapvetően pályázati forrásokból, kukák kerültek beszerzésre, hulladékszállító és hát azt gondolom, hogy a lakosság megelégedésére szolgál ez a közszolgáltatás, immár mint egy évtizede. Bővi is a szolgáltatási paletta. Én biztos vagyok benne, hogy a reményeink szerint a változást a lakosság nem fogja észrevenni. A váltás kapcsán elhangzott, az új társaság tervezi visszavezetni a betét díjas rendszert. Így 2024. januárjától vélhetően újra pénzért lehet visszaváltani az üveg és a műanyag palackokat. Kívánok valaki a napi rendeponthoz kapcsolódóan kérdést feltenni? Kérdést nem láttam, megnyitom a vitát a napi rendi pont felett belső szólási szándékot sem jeleztek, ezért a vitát lezárom. 14 másodperc. Eddig tartott a vármegyei önkormányzat idei költségvetésének elfogadása. Az önkormányzat 2023-as bevételi főösszege 4,1 milliárd forint. Ebből, főleg a pályázatok áthúzódó forrásai miatt, a maradványösszeg 2,6 milliárd forint. Az általános tartalék 122 millió forint míg a működési támogatás 322,6 millió forint. Veres János, a testület szocialista képviselője azt mondta, azért nem volt vita a számokról, mert kevés a pénzügyi mozgástere az önkormányzatnak. Utána a önkormányzatnak a különböző jogosítványai meglehetősen korlátozottak, mondjuk egy tíz évvel ezelőtt állapothoz képest. Ezért, ha azt nézem, hogy a mostani működésünk szükséges nagyon jelképes, mint ez a 300 milliós nagyságrend, az a központi költségvetési támogatás, amit a megyei önkormányzat kap, azt kell mondjam, hogy ezen nincs sok mindent vitatkozni. Ebből következően nem is nagyon alakult ki ebben vita. Nyilván a önkormányzat költségvetése maga az ettől sokkal nagyobb végösszegű, mert nem csak az állami költségvetési támogatással rendelkezhetünk, hanem különböző általunk eldöntött témákban beadott nyertes pályázatok, megnyert összegei is részét képezik az éves költségvetésnek. Hát itt pedig az a vitatkozom vitatkozni, mert ezekről mindig külön-külön hozunk döntéseket. Egyrészt, amikor beadjuk a pályázatot, másrészt, hogy a pályázat előadás, értékeljük az előreadás magát. Ezt nem a költségvetés részeként szoktuk megvitatni. De gyakorlatilag nincs nagyon mozgást érnek a költségvetésnek a, a mikéntjében, már csak a nagyságrendje miatt sem, illetve, ahogy mondom, a lepusztított tevékenysége a megyei önkormányzat. Nem tesz lehetővé erre nagy vitát folytassunk kiadási oldalon ugyanakkor a főösszeggel készült a büdzsé, így hiányjal nem számolnak. A kiadások között a legnagyobb értékkel a működési kiadás szerepel, csak nem 3,1 milliárd forinttal. A felhalmozási kiadás 668 millió forint, míg a finanszírozási kiadás csak nem 350 millió forint. Lipők Sándor frakcióvezető a testület pénzügyi bizottságának elnöke azt mondta, a közgyűlésen ugyan nem, de a bizottságban Részletesen megtárgyalták a tervezetet. A testület igen, a közgyűlés, de hát azért bizottsági ülésen mi átveséztük, bizottsági elnök is vagyok, úgyhogy mi átveséztük ezt a közgyűlést a bizottsági ülésen, megvitattuk és elfogadásra javasoltuk. A testület elnök Sesták Oszkár azt mondta, azért nem lepte meg, hogy nem volt vita, mert már évtizedek óta szabályozott és rendezett az önkormányzat gazdálkodása. A pályázati bevételekből, állami normatívából, saját bevételekből ezek a források rendelkezésünkre állnak. Viszonylag nagynak tűnik a megyei önkormányzat költségvetése, viszont ebben pályázati pénzek is vannak. Amivel mi a feladatainkhoz gazdálkodunk, az 900 100 millió forint, ennek az előkészítése történt, mert most is a közülés általi elfogadása valóban vita nélkül. A testület a költségvetés mellett több megyei társaság így a Költségi Televíziót működtető Nonprofit KFT 2023-as pénzügyi gazdasági tervét is jóvá hagyta. Maradunk a költségvetés témájánál, nemrégiben ugyanis Nyírbátor képviselőtestülete is elfogadta az idei évre vonatkozó tervezetet. Hogy a korábbi évekhez képest milyen nagyságrendű összegről is van szó, és hogy milyen főbb feladatokra tudja ezt fordítani az önkormányzat, arról Máté Antal polgármester számol be részletesebben. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan sikerült zárni a tavalyi évet, és mi az, amit megörököl erre az évre az önkormányzat. Hát, um... Az idejében talán az az egy könnyebség van, hogy már azért tavaly nyáron lehetett látni, hogy nehéz időszak vár minden költségvetési gazdálkodó szervez, igaz az önkormányzatokra is. Nyilván az energiaárak és az infláció az, és az árfolyam, ezek olyan tényezők, amik már hónapokkal ezelőtt látszódott, hogy a következő időszak nehéz anyagi helyzeteit elő fogja idézni. Ezért mi már tudatosan az elmúlt év utolsó hónapjaiban készültünk arra, hogy valami fajta tartalékot kell képezni, hiszen a folyamatos bevételeink nem lesznek elegendőek átvészelni ezt a nehéz időszakot ezért viszonylag hamar, mi már szeptember elején döntöttünk bizonyos korlátozó intézkedésekről, annak érdekében, hogy az év végéig tudjunk bizonyos költségeket megtakarítani, bizonyos bevételeket úgymond tartalékként képződni, képezni azért, hogy az idejében legyen minimális többlet forrásunk. Ezért a tavalyi évet tartalékkal zártuk, de most, hogy látjuk a költségvedés elfogadását, azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen az idejében olyan növekvő kiadásaink vannak, aminek a fedezésé, fedezetére kellett a tavalyi évi megtakarítás. Ugyanakkor azt gondolom, ezek az intézkedések tartósan nem biztos, hogy fenntarthatóak, tehát bizonyos állapotokat mégiscsak vissza kell valahogy állítani. Igen, itt alapvetően azt kell látni, hogy egy felelősen gondolkodó önkormányzatnak azért bizonyos döntéseket rövid távon meg kellett hozni de bizonyos döntéseket a hosszú távú finanszírozás érdekében el kellett indítani. Nálunk is legalább 8-10 olyan energiahatékonyságot növelő beruházás, adott esetben saját erős beruházás is elindult az elmúlt hónapokban, ami a közvilágítástól a fürdőüzemeltetésen át a különböző intézmények, nevelés-oktatási intézmények, szociális intézmények költség energiahatékonyságát eredményezte, eredményezi, mert hogy ezek azok a beruházások, amik lehetőséget teremtenek arra, hogyha valamelyest konszolidálódik, a, a, piac, akkor is egy magasabb energiaár szinten is stabilan és biztonságosan tudjuk működtetni a várost. Úgyhogy egyszerre ezek párhuzamosan indultak el, de az ilyen típusú beruházások egyből nem hoznak megtakarítást, tehát muszáj volt rövid távon is megtakarításokat eredményezni, ez csak bezárásokkal, korlátozásokkal volt lehetséges, de hogy a következő télen már ne legyenek ilyen bezárások, ilyen korlátozások, ehhez igenis energiahatékonyságot nevelő beruházásokat indítottunk el. Mekkora főszeggel dolgozik ő, idejnyi, Pátor, Hát Rekord ezt... főszeggel dolgozunk. Ennek két oka van az egyik értem az infláció, hiszen ha az infláció magas, akkor a mérleg főszege automatikusan nő a, a városoknak. A másik oka a növekedésnek az pedig az, hogy nagyon sok Európai Uniós forrást nyert meg a város, ami ebben az évben elindul, és ugye ezek beépülnek a költségvetésbe, 10 milliárd forint feletti az éves főszegünk, ilyen magas még soha nem volt, úgyhogy ez egy elég érdekes költségvetés lesz, mert egyszerre kell racionálisan, takarékosan gazdálkodnunk, ugyanakkor meg nagyon sok beruházás, nagyon sok fejlesztés valósul meg, és ez a kettő adja ezt a rekordmagas főszeget. Azért tegyük hozzá, hogy nagyon ingadozóak a, a, az árak, tehát a beruházások összege is azért egyáltalán nem biztos, hogy annyi lesz, mint amire kalkuláltak. Hát ennyire feszesen még soha nem mm -hmm. kellett terveznünk, mint amennyire most, hiszen a, ahogy beszéltük is, a racionális gazdálkodás az azt eredményez, hogy olyan sok mozgástere nincs most a városnak, mint volt korábban. Tehát nagyon fontos, hogy a támogatási összegen belül tudjon maradni a város, és valóban miután az elmúlt években az építőiparban egy nagyon nagy hektikusság, változás, alapvetően fölfelé, tehát növekvő költségekkel számolhatunk. Most nagy nagyon fontos, hogy olyan műszaki tartalommal indítsuk el a közbeszerzéseket, hogy az az elnyert támogatásokba beleférjen. Nem nagyon lesz az önkormányzatoknak mozgástere, hogy kiegészítő támogatást adjon, és a minisztériummal történt egyeztetések alapján azt is látjuk, hogy az a fajta kiegészítő támogatás, ami az elmúlt években jellemző volt az uniós támogatásoknál, az sem lesz olyan, olyan könnyű és olyan gyors. Tehát az alapvető cél az az, hogy olyan pályázatok legyenek, amik a megnyert összegből megvalósíthatók. Én úgy látom, hogy erre van a reális esély, csak ehhez most az kellett, hogy a műszaki tartalmat az sokkal precízebben átnézzük a kollégákkal hogy lássuk, hogy hol vannak olyan mozgástereink, ahol egy kicsit tudunk faragni, annak érdekében, hogy ne szálljanak el a számok. Mik lesznek a legfontosabb beruházások idén? Hát a kulcs az az energiahatékonyság, tehát nagyjából, eh, ahogy mondtam, a 6-10 helyen lesz energiahatékonyságot javító beruházás, ezek lehetnek hőszigetelések, cserék, napelemparkok építése, közvilágítás, korszerűsítés, de emellett nagyon sok eh, infrastrukturális beruházás indul el, eh, útépítések, kerékpárútépítés, zöld felületrendezés, elvezető hálózatok rendbetétele. Tehát 10 projektben nagyjából ilyen 30-40 beruházás fog elindulni ebben az évben, nagyságrendileg 4,5 milliárd forint értékben, ami egy ilyen kisváros életében azért nagy léptékű, és ehhez még hozzá kell számolni a korábbi években elindult beruházásainkat, amelyek áthúzódnak, sétánybővítésről beszéltek, vagy a múzeum, mint kiemelt beruházás teljes rekonstrukciójáról. Úgyhogy a más szervezetek, más fenntartók által együtt közösen nagyjából egy olyan 6 milliárd értékű beruházás valósul meg az idén, és reméljük, hogy, hogy mindez zöggenőmentesen a városlakók hétköznapi életével párhuzamosan, nem megnehezítve a mindennapjaikat a nyírbátoriaknak együtt meg tudjuk csinálni. Ez azért is nagyon fontos, mert ebben az évben 50 éves a város, és erre külön megemlékezés sorozattal, program sorozattal is készülünk. Mennyire rajzolta át a város gazdaságát, a vállalkozásokat, az infláció, a rezsi emelkedés, mennyiben kell másképp viszonyulni a gazdaságfejlesztéshez a városban? Itt ketté kell szedni a piaci szereplőket, mert azt gondolom más, hogy reagál erre egy multinacionális nagyvállalat, jellemzően külföldi tulajdonú nagyvállalat, és megint másképpen reagál rá egy helyi kis vállalkozó. A helyi kis vállalkozókat, a helyi szereplőket nagyon nehéz helyzetbe hozza, hiszen az infláció, a bérnövekedés, a bérnyomás, az, az energiaárak növekedés az, az, az rövid távon is nagyon komoly nehézségeket jelent. Nagyon sokan, nagyon hamar olyan helyzetbe kerültek, hogy bezárjanak, vagy működjenek -e tovább főleg a vendéglátásban magas energiaigényű beruházás vagy működés esetén igaz ez. A multinacionális vállalatoknál inkább a problémát a kiszámíthatóság kérdése jelenti. Ők könnyebben tudnak alkalmazkodni a magas energiárakhoz, ott viszont nagyon fontos, hogy tudjanak tervezni, tehát pontosan lássák, hogy hogyan alakul az árfolyam, hogyan alakul az infláció. Ebben vannak bizonytalanságok, ott inkább ez okozza a nehézséget, de azért azt el kell mondanom, hogy Nyírbátor vonatkozásában azt látjuk, hogy a Covid utáni időszakban a háború és az energiaválság ellenére is egy elég erős növekedés, gazdasági növekedés érzékelhető, úgyhogy én bízom benne, hogy a nyírbátori gazdaság, ami ugye komoly hatása van a térség életére, a mindennap életére, túl fogja vészelni ezt a nehéz időszakot, és ha ennek a nehéz időszaknak is vége, akkor újabb lendülettel tovább tudjuk azt a pályát rajzolni, amit az elmúlt évtizedben sikerült véghez vinni. Ha már itt az előbb a bérnyomás szóba került, nyilván fontos tétel a költségvetésben a, a bérek összege, hogy alakul, -e, ez lesz-e lehetőség a város intézményeiben bért emelni. Azt kell, hogy mondjam, hogy igyekeztünk egységesen kezelni ezt a kérdést, hiszen amilyen magas az infláció, olyan magas sajnos á, bérfelzárkóztatás, béremelés nem tudtunk megvalósítani, a forrásaink erre nem voltak elegendőek. Nyírvátor vonatkozásában nagyjából egy ilyen 10, átlagosan egy ilyen 12%-os bérfejlesztés valósul meg, megy végbe, legyen az intézmény gazdasági társaság. És bízunk benne, hogy ha az anyagi körülmények, a bevételek, az adóbevételek jobban alakulnak, akkor, akkor, még ehhez hozzá fog tudni tenni majd a város. Itt fontos volt azt látni, hogy egyfelől infláció van, tehát a béreket muszáj emelni, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy fizetőképes maradjon a város, tehát ki tudjuk gazdálkodni. Azért Nyírbától vonatkozásában egy ilyen 12%-os béremelés, béremelés, is több millió forint többletkiadást jelent, és ezt valamilyen módon azért pénzügyileg is tudni kell finanszírozni. Optimista? Én mindig optimista vagyok, akik engem ismernek, azok tudják, hogy, hogy nem lehet másképpen szerintem egy, egy város életét hosszú távon elképzelni. A nehézségek azok nyilván a hétköznapokban most érzékeltők, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Átszerveztük a város működését, az intézményeket, a gazdasági társaságokat, próbáltuk hatékonyabbá tenni a mindennapi működésünket, takarékosabbá tenni az intézmények működését de mindezt tesszük azért, hogy versenyképesek tudjunk maradni, hogyha vége van egy ilyen nehéz időszaknak, mint amiben most vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy a város, hogy mondjam, készen álljon arra hogy újabb lendülettel tudjon tovább növekedni. Nyírbátor kész, képes -e erre, én azt gondolom, megvannak hozzá az adottságaink, megvannak hozzá a gazdasági, pénzügyi hátterünk, megvan hozzá az a fajta kulturális, történelmi érték, amire, amire ez a város tud alapozni, és én biztos vagyok benne, hogyha most már nem tudom, hanyadik nehézség, hiszen itt a különböző egymás utáni, hogy mondjam, veszélyhelyzetek sorakoznak az elmúlt időszakban, ha ezeken túl leszünk, akkor Nyírbátor ebből is nyertesen fog tudni kijönni, és továbbra is meghatározó tényezője szeretnénk lenni a megye életének. Úgy legyen. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm én is. Kedves nézők, eddig tartott ma a 35 perc legközelebb új műsorral, szerdán jelentkezünk, amikor új Fehértóval foglalkozunk bővebben. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!